Ismerjék meg Ignacy Mikelt. Bár vannak ismertebb nevek is az Arsenal keretében, nincsenek sokan, akik fényesebb jövő előtt állnának, mint ez az ifjú középhátvéd. Na még mindig csak 18 éves játékos Katalóniában született, ott lett a játék szerelmese és ott kezdte pályafutását az ifjú Barca Drucker védő. Amikor Barcelonában futballoztam, a társaimmal megkerestek az Espanyoltól, és azt akarták, igazoljak hozzájuk. Fiatal voltam, és nagy Barcelona drukker. Katalóniában az Espanyol és a Barcelona rivalizálása olyan, mint az Arsenal és a Tottenham itt. Legbelül kissé csalódtam magamban, hogy elfogadtam az invitálásukat. De emlékeztem arra, amit a bátyám mondott, miszerint igazoljak oda, mert ez egy nagy lehetőség számomra. Olyan fiatalon még nem tudhatod, hogy mi lesz belőled, így hallgattam a tanácsára, és végül jól döntöttem. Nem sokkal később, néhány hónap telt csak el, megkeresett a Barca, én pedig azonnal igent mondtam, mert ez a kedvenc csapatom, és mindig is ez volt. I said to them, yes, of course I'm going there because it's like my team since I was young, since I was born, and I just joined them. 8 éves korában Mikel már megvalósította nagy álmát, kedvenc klubjához igazolt, de nem maradt sokáig. 4 évet töltött el a híres La Masia ifjúsági akadémián, amikor egyszer csak elköszöntek tőle. Every year after the season finishes, minden szezon végén a vezetők elmondják, hogy maradhatsz-e, vagy menned kell. Szerintem ebben az életkorban rengeteg játékostól köszönnek el, és ez történt velem is. Nem tudtam mit mondani. A Barcánál úgy vélték, hogy nem vagyok elég jó, és nem is hibáztatom őket, mert amikor 14-15 éves vagy, nem tudhatod, hogy kiből lesz jó játékos, és kiből nem. Természetesen rosszul éreztem magam. Sírtam is, mert arra gondoltam, hogy a Barcelona mondott nekem nemet. Ilyenkor mindenre gondolsz. Arra is, hogy abba hagyod, de 2 vagy 3 nap múlva rájössz, hogy imádod a futballt, és elmehetsz más csapathoz is. Ez történt velem is, a Cornellához igazoltam, és minden jóra fordult végül. A nagy Barcelonától a kis Cornellához szerződve, Mikel visszaszerezte az önbizalmát, és felkeltette az Arsenal figyelmét is egy ifjúsági tornán. Nem csak ők csábították Ignacyt, de a londoniak voltak a legmeggyőzőbbek. Az Arsenal rengeteg fiatal játékost ad az első csapatba, és itt lehetőség van arra, hogy megmutasd magad, ha elég jó vagy. Ennek az igazságáról már a saját szememmel is meggyőződhettem. De közben jött egy probléma. A Barcelona vissza akarta szerezni Mikelt, akinek ekkor egy nehéz döntést kellett meghoznia. Valóban egy nehéz döntés volt. Világ életemben a Barcelona volt a kedvenc klubom, most is nekik szurkolok, kevés nagyobb rajongójuk van nálam. Szívesen ott lettem volna, de új kihívások vártak rám, és végül ez döntött. Nagyon tetszett az Arsenalnál tapasztalt közeg. Amikor idejöttem, egy hét alatt megszerettem a csapatot. Miután hátat fordított a Barcának, Mikel megérkezett Észak-Londonba, és meglepődött azon, amit látott. Ez egy olyan pillanat volt, amit soha nem feledek. Amikor körülnéztem, láttam, itt semmi nem olyan, mint Barcelonában, vagy más spanyol kluboknál. Az U18-as csapat tagjai és a tartalékok együtt készülnek az első csapattal. Mindenki ismeri a másikat, és szurkol a másiknak, ez pedig nagyon fontos dolog. Az egész Arsenal olyan, mint egy nagy család. Mikel fejlődése zavartalan volt, jól teljesített a tartalékcsapat kapitánya lett, majd amikor az első csapathoz irányították, nagy lehetőség nyílt számára. Világhírű játékosokkal készültem együtt, olyanokkal, akik a BL-ben játszanak és az angol bajnoki címért küzdenek. Nos, ez egy teljesen új dolog volt számomra, taktikailag és technikailag is más. De mindent meg kell tenni, hogy jobb legyél. Sokat kell még dolgoznom, hogy arra a szintre érjek, amit elképzeltem magamnak. És ezekkel a játékosokkal készülve képes lehetek a fejlődésre. Úgy érzem, még messze vagyok attól a szinttől, amit ők képviselnek, de harcolok, és nagyon jól érzem itt magam.
Miután kétszer is leülhetett már az első csapat kispadjára, Mikel reálisan látta az esélyeit, de meglepetésére a menedzser a Leyton Orient elleni idegenbeli FA Kupa meccsen megadta neki a lehetőséget a bemutatkozásra. Nagyon lámpalázas lettem, amikor az edző azt mondta, hogy kezdeni fogok. Nem hiszem, hogy ok nélkül. Az ilyen meccseken, ha oda kerülsz, leginkább a kispadon ülsz. Reménykedsz, hogy betalálnak a társaid, hogy az eredmény lehetővé teszi, hogy beszállj, még ha csak az utolsó 5 percre is. Azt vettem észre, hogy remegnek a lábaim, nem tudtam elhinni, azt sem tudtam, mit mondjak. Hihetetlen, csodálatos élmény volt. Az a nem egészen 20 méteres távolság a tartalékcsapat öltözőjétől az első csapatéig a leghosszabb egy Arsenal futballistának, és erről Ignacy Mikel is meggyőződhetett. Úgy érzem, még a pályán kezdetén vagyok. Még sok minden vár rám. Rengeteget kell fejlődnöm, mint akármelyik 18 éves középhátvédnek. Sok tapasztalatra kell szert tennem, ez most a legfontosabb dolog. That's the main thing, experience and try to keep playing.